Napi 1 millió, éves szinten 300 millió maszkot gyárt ez a berendezés Dunaföldváron. Az egészségipari támogatási program keretében 1,5 milliárd forintból valósult meg a fejlesztés, melynek köszönhetően Magyarország önellátóvá vált a maszkgyártás terén. A beruházás ráadásul új munkahelyeket is teremtett. 15 fővel növeltük ennek a gépnek köszönhetően az alkalmazottaink létszámát. Ez egy magasan automatizált berendezés, de természetesen szakértő kollégákra van szükség, hogy ezt a hatalmas kapacitású gépet, ami nagyon modern, megfelelően tudjuk üzemeltetni, és tudjuk biztosítani a felmerülő igényeket. Az egészségipari támogatási programban résztvevő magyar vállalkozások workshopján Székesfehérváron Cserpalkovics András hangsúlyozta, az érintett cégek egymással együttműködve még tovább tudják erősíteni a szektort, és még magasabb minőséget elérve növelhetik az emberek biztonságérzetét. Fontos nyilván azért, mert ezen keresztül munkahelyet lehet biztosítani, családok egzisztenciáról lehet gondoskodni. De fontos azért is, hiszen az egészségipari tevékenység az egy nagyon magas minőségi követelményrendszerrel működő gazdasági szegmens, azaz nyilván egy nagyon modern technológiához kapcsolódó termelést is magához kapcsol, az ahhoz kapcsolódó kutatástevékenységi feladatokkal együtt. Az egészségipari támogatási program keretében 82 egészségipari fejlesztés valósul meg, összesen 86 milliárd forint értékben, amelyhez a kormány 66 milliárd forintos támogatást nyújt a vállalkozásoknak, és a fejlesztésekkel összesen 5700 munkahely válik biztossá. Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte, hogy a magyar egészségipar az újonnan létrejött kapacitásoknak köszönhetően várhatóan 500 milliárd forint értéket állít elő. A szektor pedig mintegy 50 ezer embernek ad munkát. Az egészségipari támogatási programban létrejött új beruházások a várakozások szerint évi 180 milliárd forint árbevételt termelnek, ami csaknem akkora, mint a hazai teljes bányászati szektor kibocsátása. Ezzel együtt a szektor a program előttihez képest 1,5-szeresére nő. Jól látszik tehát, hogy az egészségipari támogatási program jócskán túlmutat elsődleges célján, amely a magyar emberek egészségügyi ellátásának a biztosítása. A hazai egészségipar ellátás biztonságának a megteremtése volt. A miniszter hozzátette, a programnak köszönhetően olyan beruházások valósultak meg, amelyek révén a teljes régió védőfelszerelés gyártóinak alapanyag igényét fedezni lehet, de biztosítottá vált a koronavírus ellen hatásos gyógyszer, a favipiravir tabletta gyártása. Évi 40 millió darab laborvizsgálatokhoz használt orvosi pipetta hazai előállítása, valamint Magyarország önellátóvá vált maszkgyártásban és fertőtlenítőszerek készítésében is.